Köszöntöm kedves nézőinket, Jelics Fanni vagyok, önök Székely magazinunkat látják, tartsanak velünk! Több ezren kísérték utolsó útjára. Tragikus hirtelenséggel elhunyt Potápi Árpád János. Őrtüzek gyúltak országszerte. Székely autonómiáért lobogott a Tűztevelen és Dombóváron is. Székely népdalcsokrokat énekelnek, Majosi férfi dalárda. Kakasdom, bukovinai székely kapcsolatok és hagyományőrzés. Határon innen és határon túl. Potápi Árpád János neve beiratott a nemzetpolitika, s így a magyar nemzet történetébe. Így fogalmazott Semjén Zsolt, miniszterelnök helyettes Bonyhádon, ahol több ezer ember kísérte utolsó útjára Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkárt. Életünknek a teleírt könyvét, amiben egy-egy sor, egy bekezdés, egy fejezet, ebben benne vagyunk mindannyian. Több ezer ember kíséretében október 24-én csütörtökön végső nyugalomra helyezték Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkárt, Tolna vármegye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselőjét Bonyhádon. Viktor miniszterelnök, Áder János és Novák Katalin volt köztársasági elnökök, Kövér László házelnök is megrendülten lehajtott fejjel állt Potápi Árpád János koporsója előtt. A szeretet útjában áll a halálnak. A szeretet az élet. Mindent, amit csak értek, azért értem, azért létezik. Mert szeretek. Minden csak is ez fűz össze. A szeretet az Isten. Felföldi László pécsi megyés püspök beszédében úgy fogalmazott, Potápi Árpád János élete és munkássága egyet jelentett azzal, amire felesküdött. Nem csak ismerte, de szolgálta is a Kárpát-medence magyarságát. Őrtüzek gyúltak országszerte a székely autonómiáért. Nem volt ez másképpen Tevelen és Dombóváron sem. Minden év október utolsó vasárnapján tartják meg ezt a jeles napot, ezzel is tisztelegve a székely szabadság iránti törekvés előtt. Őrtűzgyújtás országszerte. Sokan tiszteletüket tették ezen a napon, mely a székely autonómiáról szól. Effektíve talán ez a hetedik alkalom itt Tevel községben, hogy őrtüzet gyújtunk, és hát az őrtűz az mindenhol, ez egy jelkép, és Tevelen is, mert az időpont az mindenhol, tehát egy időben történik meg, és hát ez a jelen pillanatban az Ávodi utcai tér, ami majd későbbiekben nekünk majd ilyen piasztér rendezvénytérként fog ezt szolgálni. Ide összegyűjtünk olyan gajakat az ősz folyamán, ami ugye éghető, és akkor ezt használjuk igazándiból föl az őrtűznek a meggyújtására. 150-200 fő el szokott jönni az időjárástól meg a programoktól függően. Most ugye azért tudni kell, hogy Bonyhádon is van
Kakasdon is, tehát több településen itt ugyanúgy őrtűzgyújtás van, tehát nem konkrétan ugye a székelységet tudjuk várni, hanem a tevelő lakosoknak a java részét, vagy éppen a mellettünk lévő településről, ahol nem gyújtanak őrtüzet, de szolidaritást éreznek a székelység iránt, ezért természetesen onnan is jönnek el, úgyhogy idén is úgy gondolom, hogy ez a 150 körüli létszám ez meg lesz. Orbán Attila, a Tolna vármegye önkormányzat elnöke is tiszteletét tette az eseményen. Beszédemben hangsúlyozni fogom, hogy miért fontos nemzetben, nemzetségben, egységben gondolkodni és törekedni arra, hogy megmaradjunk székelyek is, és ott, ahova minket a teremtő helyezett, akár Székelyföldre, akár azok, akik elkerültünk onnan, más helyeken megálljuk a helyünket, és a nemzet építő, gyarapító feladatunkat ellássuk. Erre biztatjuk, bátorítjuk egymást ezen a napon. Csibi Krisztina, a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének elnökségi tagja is meghatottan beszélt erről a napról és a székelységről. Én azt gondolom, hogy a 2003-ban alakult Székely Nemzeti Tanács több mint két évtizedes tevékenysége bizonyítja mindezt, hogy a mai napig egyre több és több helyen megemlékezünk arról, október utolsó hétvégéjén 2015 óta, hogy a székely autonómia törekvések békés úton kívánják létrehozni a székely autonóm területet, és hogy az önrendelkezésükről legyen joguk az önrendelkezésre, és hogy a saját dolgaikról önmaguk dönthessenek, akármilyen országban is éljenek népcsoportok, etnikai közösségek, hogyha egy tömbben élnek, mint a Székelyföld 2,5-3 széke, ez Maros megye egy része, Kovászna és Harkita megyéről van szó, hogy ők saját maguk hozhassák meg a döntéseiket. És emellett most már, mint említettem, több mint két évtizede kiállnak, és nagyon-nagyon szívesen jöttem, és Orbán Attilával, illetve Fazekas Attila polgármesterrel a mai napon szólunk is néhány szót az itt lévőkhöz. Amit még fontosnak tartok kiemelni, hogy az itt élő bukovinai székelyek mellett most már rokoni, baráti kapcsolatok fűzik a határon túli Székelyföldhöz az itt élő német ajkú lakosságot és felvidéki magyarságot is, tehát rajtunk keresztül is, de én azt hiszem, hogy az elmúlt több mint 10 év nemzetpolitikai tevékenységének köszönhetően is át és átszőtte a mindennapjainkat a szülőföldhöz való, vagy a szülőföldhöz, a Székelyföldhöz való ragaszkodás, és most már ez nem csak a bukovinai székelyek esetében igaz ez a kijelentés, hanem az itt élő lakosság százai kötődnek, ha csak a nyaralásukat töltik is Erdélyben, Székelyföldön, de kötődnek ehhez a vidékhez, és ők is egyetértenek, és ők is kiállnak a székely autonóm törekvések mellett. Dombóváron is nagy hangsúlyt fektettek a programra. Mi dombóvári székelykör megszervezzük az őrtűznek a gyújtását. Azért szervezzük meg, mert igaz, hogy mi itt élünk, Tolna megyében bukovinai székelyek vagyunk, ugye az egyesületünkben vannak erdélyi székelyek is, de nagyon fontos, hogy kifejezzük az együttérzésünket és támogatásunkat a székelyek autonómia törekvésével kapcsolatban. Nagy örömömre szolgál, hogy nem csak a dombóvári székelykör tagjai, hanem nagyon sokan olyanok, akik nem székelyek, de fontosnak tartják ezt a támogatást, itt vannak velünk. Mi úgy készültünk, hogy egy kis sütit sütöttünk, meg zakuszkás kenyérre kínáljuk meg egy kis pálinkával a vendégeket. Ez a mi kis meglepetésünk a számukra. Nem először járunk már Dombóváron. 2017 óta, amikor lehetőségünk nyílik erre, akkor mindig valamilyen pályázat keretében erre kanyarodunk,
és hát most már örömmel jövünk, mert mindig egy lelkes közönség fogad minket. Ezen a héten is egy kisebb magyarországi turnén vettünk részt, Budapesten, Bonyhádon és Dombováron jártunk az együttessel. És hát ez a mai nap ugye különleges volt számunkra is, hiszen a Székely autonómiáért gyújtottunk őrtüzet, ezért úgy gondoltuk, hogy hát itt a helyünk, hogy mi is emlékezzünk erre. És hát a mai napon Dombováron a Művelődési Házban a Helység Kalapácsa Petőfi Sándor emblematikus művének a táncos adaptációját mutattuk be. És hát mi úgy gondoljuk, hogy kellő sikerrel, hiszen nagy taps fogadta, és örvendünk, hogy ilyen alkalmakkor újra találkozhatunk, nem csak a helyi székelykörrel, de a környékbeli bukovinai székelyekkel is, akikkel elég szoros kapcsolatot ápolunk évek óta. Kimondottan székely férfi kórusokkal Magyarországon ritkán lehet találkozni. Ismerjék meg az idén alakult Majosi Dalárda tagjait. Én a százos nem bánom, jön a tavasz, más keresünk a nyáron. Én a százos nem bánom, ketten vagyunk, ki keressük a nyáron. Idén januárban állt össze úgy ez a baráti társaság, hogy nem csak ilyen esti összejöveteleken, bulikba énekeljünk, nótázgassunk, hanem csináljunk ebből egy szervezett formát, és akár meg is mutatni különböző helyeken, hogy mi mit tudunk. Tehát januárban összeálltunk, elkezdtünk tanulgatni énekeket. Először a Cinege Madár népdal énekesi versenyen szerepeltünk áprilisban Szekszárdon. Ott egy gyimesi nóta dalcsokorral, de nyilván azóta, meg előtte is tudtunk azért másokat is, hogy nekünk nagyon fontos a bukovinai gyökerek miatt a bukovinai énekek. A bukovinai fesztiválon például egy bukovinai népdalcsokorral léptünk föl, de azóta tanultunk már székelyföldi énekeket, tanultunk egy katonás blokkot, most éppen készülünk a Hidasi Pálinka versenyre, külön oda megtanulunk egy felcsiki népdalokból álló olyan csokrot, amiben pálinkáról, borról, de mindenképp az ivásról van szó. Gondoltuk, hogy az pont odavaló lesz, és most éppen arra készülünk. Tehát a Cinege Madár népdal énekesi versenyen mérettük meg először magunkat. Elődöntőbe aranyminősítést, döntőbe kiemelt aranyminősítést. Ezért meghívottak voltunk a Születi Fesztivál gála műsorára. Nagyon szerettek én Székelyföldön keresgélni, kutakodni, tanulgatni, és azokat megtanítani, azokat használni, és bemutatni, előadni minél több helyen, ahova hívnak természetesen. Népdalaink tele vannak, ugye szinte kódolva vannak benne az érzelmek, az életnek a nehézségei, az életnek az örömei, az élet gyötrelmei, tehát minden népdal, bár elsőre nem mindegyik úgy tűnik, de mindegyik népdalnak van nagyon mély mondani valója, de ezt nyilván csak akkor érezzük, vagy akkor tudjuk ki belőle, hogyha belemélyülünk, belemerülünk ebbe a dalba, belefeledkezünk, és akkor az emberbe átjön az érzés, amiről énekel. Nem akarom szenvedicsélni a csapatot, de nagyon jó haladunk a tanulásra. Tehát, hogyha komolyan beleállunk egy akár idegen népdalcsokorba is, néhány alkalom után már megvan a magja, nyilván a szöveghez az idő kell, de úgy a dallam az nagyon, úgy látom, nagyon könnyen jön nekünk, tehát a csapatnak, és így viszonylag jól haladunk. Minden évben van ugye néhány olyan alkalom, amit szeretünk megünnepelni, vagy megemlékezni, attól függ, hogy milyen jellegű, és akkor arra mindig évről évre fogunk tanulni, úgyhogy reményeim szerint néhány év múlva már nem is tudom hány dalcsokon lesz a tarsolunkban. A fellépéseink is mindig arról szólnak, hogy kiállunk oda és énekelünk, bár például a népdal énekesi versenyeken
népi hangszert szabadna használni, de nem igazán akarjuk, úgy akarunk kiállni, hogy énekelni csak a hangunkkal. Kárpátokban megfújják a trombitát, minden anya haza várja a fiát, csak engemet nem vár haza az édesanyám, Kárpátokban lesz az örökös hazám. Csak engemet nem vár haza az édesanyám, Kárpátokban lesz az örökös hazám. Dobokosékkal találkoztunk már, én már régóta éneklek a Kisdorogi Székelykörbe, ott kezdődött ez az egész történet, és akkor egy alkalommal ők ott voltak a baráti társaságukkal, a szegény Isten nyugtassa a Bíró Zoli barátunkkal, és ezt megelőzően, mielőtt itt létrejött ez a dalárda, hát ami motiválta, hogy megalakuljon, egy kicsit úgy érzem, hogy nekem is van részem, mert Domokost én biztattam, hogy amikor itt voltak tavaly a Csíkszentkirályiak, és így advent idején előadták a csobányolásukat, ami ott abban a környékben szokás, ugye, akkor fogalmazódott meg bennünk is, és hát őt is biztattam, hogy akkor kellene itt is egy férfi csapat legyen. A hiányát éreztük mindannyian, hogy meg egy-egy ilyen ünnepi alkalomkor meg tudjunk mi is nyilvánulni, és megmutassuk, hogy azért mi sem vagyunk olyan ügyetlenek, hogy nem szabad úgy kiállni a közönség elé, hogy például az ének szövegét nem tudjuk. Ha a dallamokban egy kicsit el is csúszkálunk, mert mi arra képesek vagyunk, főleg én, tehát hogyha azt szokták mondani, az én feleségem mondja, hogy egyedül kínál énekelni, mert abból semmi jó nem lesz. Na, szóval így állunk, és hát ez motivált, azt hiszem, és hát én örülök nagyon, egy-egy ilyen baráti társaság összejött. Ha Zoli mikor még élt, akkor ugye mi ezt megelőzően meghívásra, többször a Domi meghívott, akkor még élt az unokabátyám, és ővel is sokat összejöttünk, ő velünk énekelt Kisdorogon, és hát ő neki különösen jó hangja volt, jó füle is volt, és hát nagyon szép nótákat, magyar nótát is nagyon szerette ő, és azokból őrzünk néhányat. Én magam is igyekeztem megtanulni tőle néhányat. Úgyhogy itt tartunk, és hát reméljük, hogy még van egy kicsi időnk, vissza tudjuk folytatni ezt, amit elkezdtünk. Pap Domi bácsi megszólított, és úgy kerültem ide a dalárdás fiúk közé tagnak. Nagyon jó a társaság, itt is azért megvan a több generáció, és igazából mindig is csapat építő ember próbáltam lenni, társaságot kerestem, és amióta nincsen sport, azóta próbálom más vizeken ezt megtalálni. Egyértelmű, hogy az egésznek megvan a szépsége, és főleg a mai világban, amikor úgymond ez a szeretet hiányos, internetfüggő világ van, és kevesebb az emberi kontaktus, az emberi kapcsolatok ápolása. Szerintem ez pont egy nagyon jó példa erre, hogy egy kicsit visszahozzuk ezt a régi hagyományt. Mindjárt rám kerül a sor, iszom a bors, ölelem a babámot, úgysem érem keresztül a világot. Fontos számukra a gyökereik és hagyományaik. Ezen okból határon innen és határon túl is tartják a kapcsolatot a bukovinai székelyekkel. A Kakasdi Egyesület elnöke visszavonul, de továbbra is segíti az Egyesület munkáját. Nagyon fontos a hagyományok ápolása, megélése, de ebben a közösségben ennél sokkal többről van szó. Sebestyén Brigitta, a Kakasdi Sebestyén Ádám székelytársulat elnöke és 35 éve költözött Déváról Kakasdra. Nagyon örültem annak, hogy nem csak Csernakereszúron, hanem Déván is láthatták azt, hogy hogyan őrizzük mi itt Kakasdon a hagyományokat. De szerintem ez a legfontosabb ebben. Igaz, hogy mindig azt mondják, hogy közösség, közösség. Jó, nagyon jó a közösség, csak a közösségnek egy gazdagabb programot kell ugye kitalálni, és ezért jó ez a néptánc, ezért jó a népdal, ezért jók a népmesék. Annó Sebestyén Ádám kérte fel Brigittát, hogy vezesse a Kakasdi Egyesületet, és ahol tudta, támogatta a munkáját. Bennem látott valamit ő, hogy én majd tudom folytatni az ő munkáját, mivel ő Sebestyén Ádám volt ugye a társulatnak az elnöke. És gondolkodtam azon, hogy lehet azt, hogy
megismerjenek jobban, hogy tudják, hogy én ki vagyok, hogy honnan jöttem. És felvettem a kapcsolatot a Cserna keresztúriakkal, írtam nekik levelet, eljöttek, megnézték, hogy kik vagyunk. Egy ilyen székely találkozó volt, és ott találkoztam velük, és láttam, hogy tényleg ők is, ugye mindenféle korosztály, úgy, ahogy nekünk is akkor is volt, meg most is van, és elmentem velük oda. Hát nagy izgalom volt. Akkora izgalom volt, hogy ugye a próbára eljöttek 20-22-en, de amikor megtudták, hogy megyünk Cserna keresztúrra, hát olyan sokan lettünk a próbára, hogy nem fértünk volna bele a buszba. És akkor az Ádám bácsi segítségét kértem, hogy ő legyen az, aki megmondja, hogy ki az, aki tett ezért a társulatért és felülhet a buszra. És akkor így jutottunk mi el oda, és így látták meg, hogy én valóban honnan származom. Megmutattam nekik Cserna keresztúrt, Dévát, Déva környékét, Vajdahunyadon voltunk, és minden ilyen látványosságot, tehát a Déva vára, és úgy jöttünk el, hogy sírva búcsúztak. Brigitta fontos döntést hozott, visszavonul elnöki pozíciójából. Idén gondoltam azt, hogy most már elég lenne, és van egy fiatal néptáncos, aki a társulat néptáncos csoportjában van benne. 2 évvel lassan itt táncol nálunk, és ő benne látom azt, hogy a Molnár Tímea, aki átveszi tőlem a vezetést, de teljesen nem fogok kiszállni belőle, mert megpróbálom átadni nekik, ha elfogadják persze azt a sok tapasztalatot, amin az ember ugye 34 év alatt volt jó is, volt kevésbé jó is, de az jó, hogyha megmarad, és maradok segíteni nekik, ha kell. De a társulaton belül működik egy csillagösvény népdalkör, és annak meg én maradtam a vezetője, és velük énekelek én is, tehát szeretek énekelni. A Cserna keresztúr nekem a szívem csücske azért, mert az én anyai nagyanyám Cserna keresztúron laktak. És ugye édesanyám Dévára jött férhez, de mi mindig nyáron mentünk a mamáékhoz Cserna keresztúrra. És mit adott a sors? Ugye a nagyszüleim elhaltak, és az ő fiúknak, tehát az édesanyám testvére lakott abban a házban, de az ő gyerekei mind a 4 kivándoroltak Kanadába, és így a ház ugye a román állami lett, amit megvásároltak a Juliskáék. És így lakik Juliska az én nagyszüleim házába. Tehát én, amikor Cserna keresztúrra megyek, akkor én hazamegyek. A kakasdiak több évtizede szoros kapcsolatot ápolnak a Déva és Vajdahunyad között található pici településen működő Cserna keresztúri hagyományőrző egyesülettel, akik rövid látogatást tettek a napokban a tolnai faluba. Először mi voltunk itt, meghívták ugye a csoport táncosait, és ez egy ilyen, mit tudom, azt mondom, hogy szeretett kapcsolat, mert tényleg annyira kapcsolódtunk egymáshoz, és úgy szerettük egymást. Először meghívtak, persze szívesen jöttünk, utána jött az akkori, ugye 30 évvel ezelőtt, az akkori csoportok vendégszerepeltek nálunk, körbe jártuk a Hunyad megyének a minden az egész zugát, és hát azóta nem is tudom hányszor voltunk itt, ők is voltak keresztúron. Hát valahogy ez testvér kapcsolat. A kirándulás az mindig volt itt-ott, de a legtöbb az hagyományőrzés. Ugye bukovinai székelyek vagyunk mi is, és tényleg azt lehet mondani, hogy Cserna keresztúr egy kis sziget, magyar sziget, ahol a magyarságnak 99% a bukovinai székely. És ugye azt hiszem, hogy ez is vezetett arra, hogy annyira összefortunk, úgymond. Nagyon jól érezzük együtt magunkat, és úgy, mint a ezelőtti 30 évesek, úgy, mint a mostani kicsik, mert hát fiatalok, ugye a mi fiataljaink olyan 15-16 évesek, úgy lassan belekapcsolódnak még az idősebbek is, de az ő már az fiatalabb. Mikor kezdtük ezelőtt 30-valahány évvel, akkor ő minden generációból volt képviselő. Voltak, ugye édesanyám már 80 éves, 80 év felé volt, ő még mindig színpadra lépett és énekelt egyedül. Voltak idős férfiak, voltak házas párok, most már csak legények, leányok vannak.
és én a legöregebb köztük. Nagyon sokszor meghívnak a Zsírvölgyébe, és persze szívesen megyünk. A Zsírvölgye még szorványabb település, ugye magyarok lakta település, mint mi. És hát ha úgy a megyében nincs más kulturális csoport. Sokszor azt mondom, hogy Magyarországon lehet jobban ismernek minket, mint otthon a mi országunkban, Erdélyben. Reméljük, hogy meg tudjuk őrizni a magyarságunkat. Hiszek abban az összetartásban, összefogásban, hogy mindig magyarok maradunk azért lelkileg, szívügyünk. De na, fiatalokat is mindig arra buzdítjuk, hogy magyarul, jó magyarul. De annak örülök, csoportunkban román gyerekek is vannak, és szépen énekelnek bukovinai dalokat. Abban mindkét szervezet biztos, hogy a jövőben is fenntartják a közös munkát és testvérkapcsolatot. Jelenleg már a karácsonyi ünnepkörhöz fűződő produkciókkal készülnek a társaságok. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Önök Székely magazinunkat látták, viszontlátásra!